Krisztusban, kedves testvérek! Ebben a húsvéti vasárnapban tanúi vagyunk Jézus Krisztus föltámadásának, és bár az embernek a gondolatai azok nagyon sekélyesek ahhoz, hogy föl tudjuk fogni, hogy mit jelent a halálból visszatérni, azért mégis az örömnek a tanúi vagyunk ezen a vasárnapon. Nem mi vagyunk az első tanúk, az első tanú, aki kereste Jézusnak a testét a sírban, az első tanú Mária Magdolna volt. Az a Mária Magdolna, aki nagyon mélyről jött, akiből Krisztus 7 ördögöt űzött ki, mert annyira romlott volt az élete. És amikor Mária Magdolna keresi Jézust a sírnál, akkor az angyalok neki nyilatkoztatják ki először az emberiségből, hogy bizony ez a Krisztus, ahogy megmondta, föltámadt a sírból. Mária Magdolna. Ez azt jelenti, hogy nagyon mélyről jövő ember, akkor és ma, a nagyon messziről jövő ember, az ugyanazokat a kegyelmeket kapja, és ugyanúgy tanulja lehet Jézus feltámadásának, mintha ő lenne a legkiválóbb életű ember. Így, amikor Mária Magdolnára tekintünk, akkor azt látjuk, hogy nem mindegy, hogy milyen messziről jössz, hogy milyen mélységek, hogy milyen hibák történtek az életedben, hogy mennyi mulasztás volt eddig, hogy miket kellene még átgondolni, megbánni, meggyónni, szabadulni ezektől a terhektől. Mária Magdolna képében vigasztalást kapunk. Nincs végleg elrontott élet, nem lehetünk olyan messze az Istentől, hogy az Isten a maga örömével, jóságával és megbocsátásával ne tudná fölemelni az életünket, hogy mindig egy kicsit közelebb legyünk, hogy mindig egy kicsit jobban éljünk. Mária Magdolna életében meglátta az Isten a lehetőséget, és bizony nagyon mélyről fölemelte őt magához, és első tanújául tette. Ez a Mária Magdolna nagyon szerette Jézust. És akinek Jézus sokat bocsát meg, az nagyon szereti Jézust. Amikor ma sokat kell megbocsátani a Jézusnak neked, akkor a sok bocsánat miatt, amit neked ad, tudjad, hogy téged nagyon szeret Jézus, és amikor az ember megérzi, hogy életemnek minden nyomorúsága ellenére engem hogyan ölel át az Isten, akkor bizony élvezzük és örülünk Jézus ennek a szeretetének, és hasonlóképpen szeretjük azt, aki minket így elfogad, aki nekünk így megbocsát. Mária Magdolna, amikor kimegy a sírhoz, tanulja lesz Krisztus föltámadásának, hogy mi is tanúi lehetünk, és amikor benéz a sírba, akkor csak az üres sírt látja, és magában kesereg a történeten, és a halál felé fordulva, a halál helye a sír felé fordulva, nem veszi észre, hogy ott áll mögötte az élet szerzője, az élet megváltója, ott áll mögötte az egész élet kitalálója és hordozója, ott áll mögötte a föltámadott Jézus. Hányszor fordítja az életnek a keserve és a nyomorúsága a tekintetünket, a romlás, a pusztulás, a halál felé, a mindennek vége érzés felé. És sokszor, amikor az ember látja életének a terhét és nyomorúságát, látja a bajokat, a meg nem történt vágyakat, látja a veszélyes vagy tönkrement szerelmeket vagy házasságokat, amikor látja a betegségeket és cipeli az elmúlásnak, a gyásznak a fájdalmát, az ember mindig csak a halál felé fordul, és nem veszi észre, hogy ott áll mögötte a föltámadott élet. Mária Magdolna mögött is ott állt, és amikor megfordult, akkor nem ismerte meg, mert annyira beletemetkezett a veszteségnek, a halálnak a gondolatába, hogy nem ismerte föl Jézust. És ez a Jézus, aki ott áll mögötte, megfordítja, és azt mondja, hogy asszony, mit sírsz? Így fordul feléd ma az Isten. Mit sírsz? Hát bizonyára tudnánk sorolni életünknek azt a lajstromát, ahol megmutatkoznak ezek a fájdalmak, a betegségek, a veszteségek, a nyomorúságok, életünknek a nehézkessége, az, hogy mennyi mindenért küzdöttünk eddig, és mennyi minden nem sikerült, hogy mennyire óvtuk az életet, és hogyan vesztek el közülünk életek. Nagyon sok mindent tudnánk sorolni, ami életünket ilyen módon megterheli. És ez a feltámadott Jézus ugyanúgy fordul feléd is, ember, mit sírsz? Hát valóban nem látod. Hát én hiába adtam az életemet, hogy megfordítsam a halál körül mozgó gondolataidat. Hát lásd meg életednek a megváltottságát. Lásd meg azokat az embereket, akiket köréd rendelt az Isten azért, hogy egy kicsit megöleljenek, hogy kiszolgáljanak, hogy szeressenek akkor is, amikor talán már senki más nem szeret igazán.
Ember, mit sírsz? Jézus látta Mária Magdolna életében az örömnek a lehetőségét, és hidd el, azért élsz még ezen a vasárnapon is, és azért fogsz élni holnap is, mert az Isten látja az életedben az örömnek a lehetőségét. És nem vagyunk nagyobbak az Istennél. Ha Isten így látja életünkben az örömnek a lehetőségét, a gyógyulásnak, a testi és lelki gyógyulásnak a lehetőségét, ha az Isten így látja, ne legyen kétség a szívedben, mert az Isten erősebb a halálnál, erősebb a világ minden bajánál is. Megfordította Mária Magdolna életét, és meg tudja fordítani a te életedet is, hogy ne csak a halál felé tekints, hanem tekints az élet szerzője és az élet öröme felé is. Mária Magdolna lett a tanúja ennek, és ma mi vagyunk ennek a tanúi, és az ember úgy szeretné életében tartóssá tenni az örömöket. Ha visszagondolsz életednek a korábbi szakaszára, ha visszagondolsz arra, amikor megszerettél valakit, ha visszagondolsz a gyermekkorodnak a felhőtlen boldogságára, az ember úgy szeretné tartóssá tenni az életében ezt az örömet. Hogy ugyanezt a számunkra, ember számára felfoghatatlan módon beérkező húsvét örömet úgy szeretnénk ezt holnap, holnap után, az életnek a hétköznapjaiban, amikor nincs ilyen nagy nyilvános ünnep, úgy szeretnénk ezt az örömet hordozni. Mária Magdolna bizonyára ebben az örömben szeretett volna fürdeni, ott Jézus közelében. Hogy mindig azt érezze, hogy ott áll, hogy megölelheti, hogy megöleli őt, hogy megdédelgeti és meggyógyítja az életét. Bizonyára Mária Magdolna soha nem akart volna elmenni Jézus mellől. Amikor Jézus egyszer fölvitte három tanítványát a táborhegyére, és megmutatta nekik azt az isteni dicsőséget, amelyben neki része volt az atyánál, amelyben része lehet a hozzátartozó embernek, akkor a három kiválasztott tanítvány nem akart lejönni a hegyről. Azt mondták, hogy építsünk, Uram, neked egy sátrat, építsünk a melletted megjelenő, a boldogságba beérkezett Illésnek és Mózesnek, nekünk nem kell, hagyj verje a fejünket az eső, hagyj verjen el bennünket a jégeső, semmi nem kell, csak hogy ott lehessünk, ahol te vagy, és tekints ránk, és te tartossá életünkben ezt az örömet. De Jézus nem ezt mondta Mária Magdolnának. Azt mondta, hogy na itt vagyok, megmutattam neked magad. Menj el, mondd meg a félve rettegő tanítványoknak, hogy előttetek megyek Galileába, és ott majd találkoztok velem. Te légy, ez a Mária Magdolna, ez a mélységből fölemelt asszony, ez lett Jézus örömhírének az első szóvivője. Ő viszi el a feltámadás örömét az értetlenkedő és félbezárkózott tanítványoknak. Azt gondolom, hogy bármennyire szeretnénk ezt az örömöt tartóssá tenni, és mindig ebben az örömben élni, ezt mondja neked ma az Isten. A feltámadott, menj el, és mondd el azoknak, akik között éled az életedet. Öleld meg őket, ahogy Krisztus feltámadásával megöleli az összetört lelkű és szívű embert. Menj el, és mondd el másoknak, hogy mit tett veled az Isten. Mondd el másoknak, hogy Krisztus föltámadt. Életednek az egyetlen fontos mottója, Krisztus föltámadt, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Ez az életed mottója. Mondd el ma, mondd el holnap, mondd el életednek minden titkos vagy meleg pillanatában, mondd el másoknak. Krisztus föltámadt, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Ámen.